Nézzük most a B feladatunkat. A B feladatunkban az alfaszöget háromszor kell egymás után venni, majd ebből ki kell vonni háromszor a gammát. Ugyanazokról a szögekről van szó, ezeket már az előző részben meg is rajzoltuk őket, tehát nem kell újból megrajzolni. A körívek adottak, úgyhogy most amivel szerkeztem a B feladatomat, megint fölveszek egy OP félegyenest, és ugyanazt a körívet, amit már az előtt megrajzoltam, tehát lemérjük ugyanazokat a köríveket, és ugyanezzel a körzőnyílással megrajzolom a szokásos teljes kört, amire majd végzem a szerkesztést. Nézzük akkor a szerkesztés folyamatát. Háromszor kell venni az alfa szöget. Tehát lemérem most az alfa szöget, beleszúrom ugye az A pontba, és kinyitom a körző nyílást, úgyhogy megjelenjen a B pont. És amikor ez megvan, ezt a körív hosszat, tehát az A és a B közötti távolságot ráviszem a keresett körre. Nézzük akkor. Tehát elmetszem egyszer. Legyen ez az A pont. Majd ebbe az A pontba beleszúrom a körzőmet. Elmetszem még egyszer. Legyen ez a B pont. Majd ebbe a B pontba beleszúrom a körzőt. És ráviszem még egyszer. Tehát egyszer, még egyszer, és még egyszer, ugye háromszor alfa, legyen ez egy C pont. Mivel derékszögről van szó, ugye egyértelműen tudtuk követni, és most ez a C pont, ez adja a kiinduló pontot a további részhez. Most a gamma szöget kell, hogy lemérjem, tehát most beleszúrom az E pontba, kinyitom a körzőnyílást akkorára, hogy az EF pontok közötti távolság, tehát a körív hosszát mérjem le, és most ebbe a C pontba, ahol az előtt befejeztem, ide fogom beleszúrni a körzőt, és mivel mínusz háromszor gamma, tehát mind a három alkalommal visszafelé kell, hogy haladjak. Meg is cserélem a ceruzám körzőmnek a színét, hogy jobban tudjam követni, hogy hol is vagyok. Tehát visszafelé megyek egyszer, legyen ez egy D pont, majd ebbe a D pontba fogom szúrni, megint elmetszem, az ne zavarjon bennünket, hogy van akinek esetleg a B pont fölött, alatt, vagy az is megtörténhet, hogy a B pontba fogja elmetszeni, ez ugye a második, tehát az E. És ebbe az E pontba, hogyha most beleszúrom a körzőmet, és elmetszem még egyszer, na ez lesz az utolsó pont, tehát az F pont, és ez fogja megadni a végső szárnak az irányát. Tehát még egyszer, az A, B és a C metszés pontok ugye az alfa szöget jelezték, amikor átmásoltam, egyszer, kétszer, háromszor, majd a D, E és az F pedig a gamma szög másolását, de mivel ugye mínusz háromszor gamma, tehát visszafelé, tehát ellenkező irányba haladtam, és a legutolsó metszés pont, az az F pont, ez kell, hogy legyen most akkor a keresett szárunknak az iránya, tehát az O pontot most összekötöm az utolsó metszés ponttal az F-fel. Íme. És ha ez megvan, meg is jelölöm, tehát ez az a Q szár, amit ugye mi kerestünk. Nézzük még egyszer, megjelölöm a végső körnek a körívét, tehát végső szögnek a körívét. Íme. Tehát egészen az F pontig. Még egy kicsit. Így.
és bele is írhatjuk tehát, hogy ez lesz a 3-szor alfa mínusz 3-szor gamma.